Jövő héten Brüsszelben tárgyal Navracsics Tibor területfejlesztésért és az uniós források felhasználásáért felelős miniszter az Erasmus Plus ügyről. Mint ismeretes, az Európai Bizottság felfüggesztette az Erasmus Plus és a Horizont programokra való új pályázatok megkötését azon magyar egyetemek számára, amelyeket alapítványok működtetnek. Vendégünk a témában is vonalban van Deák Dániel, a 21. század intézet vezető elemzője. Jó napot kívánok, szeretettel köszöntöm. Jó napot kívánok, köszöntöm én is a hallgatókat. Fény derült már, hogy konkrétan miért lépte meg ezt az Európai Bizottság, és mi a problémája, elvárása Magyarországgal szemben? Ugye, amit Navracsics Tibor is mondott meg, ami a sajtóban is megjelent, az most a kifogás az Európai Bizottságnak, hogy politikusok, akár kormánytagok, vagy polgármesterek, illetve egyéb pozíciót betöltő politikusok jelen vannak azokban a kuratóriumokban, amelyek ugye ezeket az egyetemeket vezetik, az alapítványi struktúrába átszervezett egyetemeket vezetik, és azt mondja az Európai Bizottság, hogy ez szerintük összeférhetetlen, és ezeknek a politikusoknak távoznia kell ezekből a kuratóriumokból, ahhoz, hogy például az Erasmus programban részt vegyenek ezek az egyetemek, vagy különféle ösztöndíj programokat finanszírozzon az Európai Unió. Ez az alap kiinduló pont, és ugye erre reagálta azt a kormány, hogy hát más európai országokban is ugye működnek alapítványi struktúrában, és kuratóriumok által vezetve egyetemek. Érdekes módon ott az Európai Bizottság sosem kifogásolta azt, hogy egyébként politikusok ülnek ezekben a kuratóriumokban. Ezért is beszélünk ugye kettős mércéről, és most Navracsics Tibor elsősorban emiatt megy Brüsszelbe tárgyalni, egyeztetni. Én inkább itt politikai nyomásgyakorlást látok, tehát értelemszerűen látszódik, hogy az Európai Bizottságnak több kérdésben ellenvéleménye van a magyar álláspontot illetően, és keresnek olyan pontokat, ahol ilyen típusú politikai nyomásgyakorlást tudnak alkalmazni. De konkrétan most milyen témában akarnának politikai nyomásgyakorlást gyakorolni Magyarországra nézve? Tehát mi lehet a háttérben? Hát például már a 444.hu is, amely kormánypártisággal nem vádolható sajtóorgánum, leírta nagyjából két hete azt, hogy az Európai Bizottságnak többek között a gyermekvédelmi törvénnyel van problémája Magyarországon, illetve az illegális bevándorlást érintő szigorú magyar szabályozások azok, amelyek nem tetszenek az Európai Bizottságnak. De arról is írt ugyanaz a sajtótermék, például a szankciót elutasító álláspont sem tetszik Brüsszelnek, tehát ezek mind-mind olyan pontok, amelyekben az Európai Bizottság kifejtette az ellenvéleményét, és ezeket a kérdéseket is egyébként az uniós források kifizetéséhez kötik. Tehát értelemszerűen érzékelik Brüsszelben is, hogy ezek olyan témák, olyan ügyek, amelyekkel viszont a magyar társadalomnak a túlnyomó többsége azonosul. Tehát a gyermekvédelmi törvényről szóló népszavazáson is többen vettek részt jóval, mint a Fidesz-KDNP-nek a szavazótábora. Az illegális bevándorlás ügyében nagyjából 80%-os támogatottság van a kormányzati álláspontnak, és ugyanez a helyzet a szankciók ügyében is, ott is a többség elutasítja a szankciókat. Hát értelemszerűen, hogyha Brüsszel politikai szempontból sikert akar elérni, akkor olyan pontokat kell találnia, ami a kormány kellemetlen helyzetbe hozza. Tehát az egyetemisták, főként itt a tanártüntetések időszakában pont egy olyan gyújtópont lehet a brüsszeli álláspont szerint, amellyel kellemetlen helyzetbe tudják hozni a kormányt. Tehát, hogy esetleg akkor arra számított Brüsszel, hogy ezzel a húzásával itthon felkorbácsolja a kedélyeket a diákok körében? Szerintem ez egy szándék volt egyértelműen, tehát hogyha az Európai Bizottságnak tényleg ez akkora probléma lenne, és olyan komoly problémát tapasztalna ebből az ügyből fakadóan, hogy a kuratóriumban politikusok ülnek, akkor nem írták volna alá azokat a megállapodásokat, amelyek ugye vélel a helyrejtés alattról is szólnak, tehát akkor már a megállapodás előtt, tehát a megállapodás aláírása előtt ezeket a módosításokat kérték volna a kormányzattól, tehát az tavalyi év azzal fejeződött be, hogy ezeket a pontokat letárgyalta a kormány,
a parlament elé terjesztették ezeket a jogszabályokat, ugye szigorítottak az összeférhetetlenségi szabályokon a kuratóriumi egyetemeket, vagy alapítványi egyetemeket illetően, és érdekes módon akkor ez átment az Európai Bizottságon, most hirtelen január második felében vették észre, hogy ez nekik mégsem tetszik. Bár állítólag bizonyos források szerint december 15-én már jelezte az Európai Bizottság, hogy nem fogja megújítani az ilyenfajta szerződéseket az ilyen alapítványokkal. Tehát, hogy akkor erre azért valamelyest lehetett számítani? Az látszott, hogy az Európai Bizottság a folytatott tárgyalások során ez szóba került, és különféle biztosok ezt kifogásolták, ugyanakkor ilyenkor mindig azt kell nézni, hogy melyek azok a megállapodások, amelyek ugye a tárgyalások végén születnek, és ott ez nem volt benne. Tehát úgy tűnt, a kormányzati szereplők is ugye erről beszélnek, hogy úgy tűnt, hogy ezt a kérdést az Európai Bizottság elengedte annak érdekében, hogy megszülessen a megállapodás, és a szigorú összeférhetetlenségi szabályok azok megfelelőek voltak egyébként az Európai Bizottság számára, és most úgy tűnik, hogy mégsem, de értelemszerűen itt nincsenek olyan fajsúlyos ügyek vagy kérdések, amelyek szerintem el lehetetlenítenék egyébként a megállapodást, tehát jó eséllyel, akár már jövő héten megszülethet a megállapodás erről a kérdésről, és ami ugye a legfontosabb, hogy ez csak a 2024 második felétől érkező forrásokat, illetve Erasmus programokat érinti, tehát gyakorlatilag másfél év van arra, hogy megállapodás szülessen a kormány és az Európai Bizottság között, tehát jó eséllyel ez meg fog majd történni, és ami még szintén fontos, hogy a kormány is ígéretet tett, hogy ezeket az ösztöndíjakat egyébként kifizetik akár költségvetési forrásokból is. Igen, tehát a lényeg az, hogy a diákok nem fogják megjárni a kialakult helyzetet, de egyébként mi várható? Tehát, hogy akár a magyar kormány abba is belemegy, hogy akkor a kuratóriumi tagok közül távozzanak a politikai szereplők? Én nem tudom, hogy mi várható. Szerintem az lesz egyébként a tárgyalásoknak a vége, hogy a magyar kormány azt kéri, hogy akkor legyen egy egységes európai szabályozás ebben a kérdésben, tehát akkor mondják ki, hogy politikusok nem lehetnek a kuratóriumban, de akkor ne csak Magyarországon, hanem akkor Németországban, Franciaországban és bármelyik európai országban legyen ez a szabályozás. És ugye a magyar kormány azt mondta, hogy az Európai Bizottsággal nem sikerül ugye a megállapodást tető alá hozni, akkor készek például az Európai Bírósághoz is fordulni. És az Európai Bíróság nem mondhat ki olyan döntést, hogy Magyarországon ezt nem szabad, de például Németországban szabad. Tehát én azt várom, hogy itt egy észszerű megállapodás fog majd születni ebben a kérdésben, és nem lehet egyszerűen kettős mércét alkalmazni ilyen szinten. Akár már jövő héten akkor ezek szerint születhet megállapodás a felek között, úgy látja. Igen, ugye Navracsics Tibor mellett Varga Judit is megy Brüsszelbe. Varga Judit egyébként például tagja egy ilyen kuratóriumnak, és ő is egyébként ebben a kérdésben állást tud foglalni, és elő tudja mozdítani ezt az ügyet, de elsősorban ugye Navracsics Tiborhoz van delegálva ez a feladat, de én nem látok olyan nézeteltérés, vagy olyan pontot, amiben ne lehetne megállapodni a feleknek. Igen. Egy másik téma kapcsán is hadd kérdezzük. Ugye az Index írta meg a tegnapi napon, hogy egy friss rendeletre hivatkozva eltávolította a magyar zászlókat több közintézményről az ukrán rendőrség. A Munkácsi II. Rákóczi Ferenc középiskola igazgatója pedig indoklás nélkül egyik napról a másikra kapta készhez a menesztését. Ugye ez főleg a Munkácsi kistérséget érintő intézkedésekről van szó. Lehet tudni, hogy milyen rendelet alapján történnek a zászlók eltávolításai? Az Index is arról írt, hogy senki nem tudja, hogy itt milyen rendeletről van szó, és azt írták, hogy lehet, hogy egy helyi rendelet, tehát ott egy lokális rendelet, de az meg viszont szembeütközik az országos jogszabályokkal, tehát teljesen értetlenül állnak egyébként a helyi kárpát-aljai magyar szervezetek is el körül a ügy előtt, tehát nem értik egyszerűen, hogy ez hogyan következhetett be. Ez mindenképpen látható, hogy ez és a korábbi események, például ugye a Turul szobor, Munkácsi Turul szobornak az eltávolítása is nem javítja a magyar-ukrán kapcsolatokat, és nem lehet érteni azt, hogy miért érdeke Ukrajnának az, hogy a feszültséget tovább növeljék Magyarország és Ukrajna között. Az elmúlt időszakban
akár nyugat-európai partnerek is azt mondták, hogy nem értik, hogy a magyarok miért nem támogatják teljes messzességgel Ukrajnát például ebben a háborúban, miért nem küldenek fegyvereket, és miért látható az, hogy Magyarország ki akar maradni ebből a háborús konfliktusból. Szerintem javarészt szerepet játszik ebben az, hogy egyébként ugye a felmérések is ezt mutatják, hogy a magyarok nem nagyon kedvelik az ukránokat, egyébként az oroszokat sem, tehát ki akarnak maradni ebből a háborús konfliktusból, és ezek a típusú akciók, a magyar kisebbségek elleni atrocitások, vagy egyéb ilyen típusú megnyilvánulások pedig tovább rontják tényleg a viszonyt a két nép között, miközben egyébként Ukrajnának az lenne az elemi érdeke, hogy minden szomszédos, és főként minden Európai Uniós és minden NATO-s tagállammal kifejezetten jó kapcsolatot ápoljon. És ami még ugye érdekes, hogy például Karácsony Gergely múlt héten Kijevbe látogatott, és ott elvileg szó volt a magyar kisebbségek helyzetéről is, uh-huh. és gyakorlatilag egy héttel később a találkozót követően történik ez az eset. Igen, ez elég furcsa, de egyébként az ott élő helyi kisebbség ilyenkor számíthat az országos kormányzat részéről bármi segítségre, támogatásra, vagy jogorvoslatra? Mármint az ukrán országos? Igen, igen. Hát ugye ilyenkor a jogot érvényesíteni kell, azok ezt hozzá kell tenni, ugye, hogy Ukrajnában hadi állapot van, tehát értelemszerűen ilyenkor nem a demokratikus jogrendszer működik, tehát gyakorlatilag egy ilyen hadi állapot van, ahol a demokratikus működésnek bizonyos formáit felfüggesztik, de hát értelemszerűen, hogyha egy helyi jogszabály szembeütközik az országos jogszabályjal, akkor azt a bíróságnak meg kell semmisítenie. Igen, meg hát az is felmerül ilyenkor az emberben, hogy ugye Ukrajna nagyon szeretne Európai Uniós taggá válni, a tagjelölti státuszt már meg is kapták, és amikor hallani nemzetközi szinten is ilyen atrocitásokról helyi kisebbségekkel szemben, akkor miért nem állnak ki mondjuk többen hangosan és nyilvánosan a kisebbségek mellett? Az Európai Uniónak ez mindig is gyengesége volt, és ugye az erdélyi magyar kisebbségek kapcsán is ez nagyon sokszor felmerült kérdésként. Amíg Ukrajna nem bánik jól a magyar kisebbséggel, addig nem lesz Európai Uniós tag, tehát még a NATO ügyében is, meg minden egyéb nemzetközi szervezet ügyében is Magyarország egyértelművé tette, hogy amíg Ukrajna a magyar kisebbségekkel nem bánik jól, nem fogja támogatni azt, hogy ilyen nemzetközi szervezetekhez csatlakozzon. Tehát ez egy elég világos és egyértelmű álláspont a magyar kormány részéről. Szerintem ez alapvető minimális elvárás lenne azok után, hogy egyébként Magyarország rengeteg pénzzel és humanitárius segítségnyújtással segíti Ukrajnát. Köszönjük szépen, hogy elmondta mindezt. Deák Dánielt, a 21. század intézet vezető elemzőjét hallhattuk. Minden jót kívánunk viszont hallásra. Viszont hallásra.